Szevasztok, hey! Eltelt egy újabb hét. Itt egy újabb Breakfast Szakácsóval. Volt pár történés, amiről érdemes beszélgetni többek között. Bare Knuckle Fighting Championship, Marinaji vs. Lobov. Aztán volt hétvégén egy UFC is. Meg there is one Tyson Fury! Mindig nem tanultam meg, hogy olyan helyre kell parkolni, hogy reggel ki is tudjak jönni normálisan. Mondjuk legalább a szúnyogoktól reggel nem kell tartani. Maradnak a fűnyírók reggel 6-kor kezdve. Nincs is jobb érzés ennél. És annál sem, mint hogy Borics Ádám már hazatért New Yorkból. Ugye egy hete vívta Bellator 222 mérkőzését, nagyszerű győzelmet aratott Aaron Pico ellenében. És másnap már haza is repült, és nagyszerű fogadó bizottság, rajongók, barátok fogadták őt Budapesten, a Ferihegyen. Azóta nem pihen Ádám, már csak azért sem, mert az a vágás, amit szenvedett Pico elleni mérkőzésen, az csúnyán begyulladt, elfertőződött neki. Valószínűleg a légkondi miatt, vagy amiatt, hogy nem kezelték le neki New Yorkban az ügyeleten megfelelően. A lényeg az, hogy ekkora feje volt Ádinak, de nagyon kíméletes módon felnyitották a fejét a Flying Kidnek. Most már rendben van, és ennek köszönhetően szemináriumokat tud tartani. Többek között már Debrecenben tartott, sőt, most már sírokban pakolhatja akár a homokzságokat is, ugyanis áradás van. Keep it up, sírok! Aztán, jó, ferdén van az a szar videó. Kamera. Hétvégén, ahogy mondtam, volt UFC és Bare Knuckle Fighting Championship is. Kezdjük a UFC-vel, és abból is igazából csak egy meccsről érdemes dumálni, a főmeccsről. Nagyon más hype nem is volt a gála körül, nem is tudhattuk, hogy igazából van hétvégén UFC. Kivéve hardcore fanok, akiknek borzasztó, szimpatikus lehet mondjuk a koreán zombi Cheng Yun-sang, aki hosszú évek alatt a WEC, vagy mondjuk a UFC mérkőzéseken Fight of the Night, vagy Fight of the Year bunyókat hoz. Szóval ez a koreán zombi tért vissza hétvégén Renato Moicano ellen, és egy percen belül, ha jól tudom, 58 másodperc alatt kiütötte a brazilt. Azt a brazilt, aki a rangsorban sokkal erőlébb volt sorolva, mint ő, és azt a brazilt, aki titkon a súlycsoportban bajnok esélyesként is emlegettek. Ebben a képbe csak az rondított bele, hogy José Aldo ellen egy elég csúnya vereségbe futott bele Moicano, és most ez a 58 perces vereség, TKO vereség a koreán zombi ellen sem segíti a brazilt abban, hogy raise, hogy felemelkedjen a súlycsoportjában, pelesúlyban, ugyanis eddig csak Ortega és Aldo ellen kapott ki, most a zombi ellen egy harmadik vereség a pályafutásában nem segíti őt, hogy előre jusson, és már csak azért is megnyugtató koreai szempontjából ez a győzelem, mert nem ment át két keeperbe. Mert ne felejtsük el, hogy a Yair Rodriguez elleni vereség, bármennyire is nyerte ezt a meccset a zombi a pontozó lapokon, egészen az 5. menet utolsó másodpercig, ahol viszont a UFC egyik legemlékezetesebb vereségét, kiütéses vereségét szenvedte el Yair Rodriguez ellenében is. Sokakban az volt a kérdés, hogy a zombi annyi megpróbáltatás után a pályafutása során képes-e megtartani azt a tüzet, azt az erőt, és Moicano, egy roppant veszélyes Moicano ellen ott tér vissza. A zombi 2 évet kihagyott a koreai hadseregben való szolgálat teljesítés miatt. Annó még a válla is kiment az Aldo elleni címmeccsen. Sőt, a seregből való visszatérése után, a Bermudez elleni meccs után is komolyabban megsérült, tehát nagy visszatérőről van szó. És ehhez a képhez, vagy a címhez hű maradt zombi, mert nyerte Moicano elleni meccset hétvégén is, ebből ezáltal nem gatekeeper lett, hanem akár hát azt nem biztos, hogy helyet cseréljenek a ranglistán, de lényegesen előre lépett a zombi. Aztán Bare Knuckle Fighting Championship a 6. gálájához érkezett. Hát azt hiszem egyéves a szervezet. Az első olyan szervezet, ahol 1889 óta először legálisan felügyelt, szankcionált feltételek mellett pusztakezes bunyókat rendeznek. És alap kitétele is a szervezetnek, hogy csak olyan bunyósokat engednek mérkőzni, akiknek nagyon érdemi vagy hosszas profi karrierjük van, ezt megelőzően, legyen az box, kickbox, muay thai, MMA szabályrendszerekben.
és védjegyüknek tekintik a kör alakú küzdőteret, ringet. Azt mondták, hogy ha az oktagon, a UFC-nek, a ring, négyszögletű ring, kickbox, muay thai versenyeknek, akkor ez a kör alakú küzdőtér az, ami a bérnek a Fighting Championship. Így ragadjon meg a rajongókban ez a szervezet, és nyilván nem csak maga a ring, hanem az, hogy a vandázs, ami a kezükön van, az egy incsel, az ököl, tehát ezek a ütőrész alatt található, és ezáltal el tudjátok képzelni, hogy öt menet alatt mekkora rombolást tud végezni a puszta ököl, a fejen csattanva. Elég sok vágás, zúzódás az, ami ezután marad versenyzőkön. És ezt is szokhattuk meg az előző 5-6 gáláján a Bernacle Fighting Championshipnek. És tegyük hozzá, hogy az a ring, amiben küzdenek, az lényegesen kisebb, mint a többi küzdőtér. És az, hogy kör alakú, és a boxolók számára az alapvetően nagyobb hátrányt jelent, pontosabban a stílusbeli átállásra van szükség, ugye, és nem olyan használhatják a sarkokat, és a kör, vagy a kisebb küzdőtér pedig a menekülési útvonalaknak a rövid lerövidítését jelenti. És sokan kíváncsiak voltak arra, hogy egy vérbeli boxoló, egy öklöző, aki a pályafutása nagy részét az ökölvívó ringben töltötte, az hogy adoptálja magát ezen feltételek közé, és ideális volt ennek tesztelésére Paul Malignaggi, a 39 éves ökölvívó, 2 éve vonult vissza, és csak azért tért vissza most a Bernacle Fighting Championshipben, hogy közvetve a Conor McGregorral való viaskodását, a nézeteltelésé Conor McGregor barátján, Artem Lobovon verje le. Ugye Lobov egy UFC bunyós volt, egy Ultimate Fighterben jutott be a szervezetbe, ott aztán nem sikerült szép, enyhén szóval, nem sikerült neki szép rekordot összeharácsolnia, és a legutóbbi Michael Johnsoni vereség után elköszönt a UFC-től, viszont úgy tűnik, hogy Bernacle Fighting Championship ideális hely a pályafutása folytatására, ugyanis egy győztes meccs után most a hétvégén pontozással hatalmas upsetben legyőzte Paulit is. Azt a Paulit, aki elmondása szerint esélyt sem hagy, a mérkőzés előtt azt mondta, hogy esélye sincs Lobovnak ellene, ugyanis az a ökölvívó háttér, ami neki van, az több mint elég ahhoz, hogy nyelje ezt a mérkőzést. Az nem volt kérdés, hogy technikai felkészültség szempontjában Pauli lesz a mérkőzésnek az esélyese, viszont az a tánc, pontosabban az a technika, amit taktika, amit Pauli alkalmazott, az nem volt hatékony, nem volt a Bernacle Fighting Championship ringjébe való, és egy T-Rex felmenőkkel rendelkező Lobov is képes volt őt elérni a kezeivel. A clinch egyértelműen nem tetszett Paulinak, és végig áthatott egy ideges energia a mozgását, a lábait Paulinak. Az 5-ből 2 menetet leszámítva nem is kezdeményezett, hanem elsősorban táncolt. És ahogy Sándor kommentjét idézem a Facebook oldalamról, ez nem egy kibaszott bankett, ahol táncolsz, hanem egy mérkőzés, ahol elsősorban Artem volt az, aki agresszorként jött előre, még hogyha nem is szépen, de tanált, és ezzel egy ponttal vitte is a mérkőzés, és ahogy mondtam, ezzel upset meglepetést okozott, mind a boxvilág, mind pedig a Bernacle Fighting Championship körében. Azért az furcsa volt, hogy elég nagy hype volt a mérkőzés megelőzően, ugye Pauli kihasznált minden felületet arra, hogy tolja a hype vonatát ennek a párosításnak. Volt olyan sajtótájékoztató, ahol pofont adott Lobovnak, volt, ahol leköpte őt. Ezzel szemben a mérkőzésen már nagy volt a barátság, és szinte minden menet, tehát megelőzően szünetre való sétálásnál, vagy mérkőzés közben pacsi ölelés volt. Lobov is elmondása szerint a mérkőzés után azt mondta, hogy a csatabárt elásottnak tekinthető Paulival szemben. Pauli még hozta a saját formáját, azt mondta, hogy szerinte ő nyerte a meccset, egyszer, maximum kétszer találta előtt Lobov a mérkőzésen. Hát az arca nem erről tanúskodik. Ráadásul elmondása szerint a második menetben eltörte a kezét, és ez is befolyásolta a teljesítményét. Igazából engem ez már most nem érdekel, főleg úgy, hogyha vissza is vonul Pauli. Ezután egy visszatérő meccs után, és elköszön a küzdősportoktól, Artem Lobov személyében a Bernacle Fighting Championship kapott egy erős ír bunyost, ami egy nemzetközi terjeszkedés szempontjából nem elhanyagolható szempont. És ha már ökölvívás, és mit tesz jót az ökölvívásnak, és mi nem? Hát a Tyson Fury mérkőzése a német Schwartz ellen nem az a mérkőzés volt, ami jót tett volna a nehézsúlynak vagy magának
az ökölvívásnak, ugye ez még múlt hétvégén volt Amerikában, és Tyson Fury amerikai nevét, nimbuszát, hype-ját építendő volt a párosítás. A WBO a susnyásból, a dzsindzsásból a number 2, tehát a második rangsorolt helyre hozta fel Schwartzot. Ezzel legitimizálta azt, hogy Tyson Fury ellen mehessen, ami egy egyoldalú kivégzés volt, csak két menetet tartott, és sportérték szempontjából nem volt hozzáadott értéke az, hogy Tyson Fury egyet parádézzon, showt tartson, akár a bevonulásával, ami a Rocky 4 részt idézte, vagy az Aerosmith karaoke utána. Az egész show, amit felépítettek, egyértelműen jelezte, hogy Fury stockjának, ázsiójának növelésére volt hivatott Amerikában. Nekem még a Copan elleni meccsel jutott eszembe Muhammad Ali-nak 43 évvel ezelőtt, amikor hasonlóan semmi értelme nem volt annak a párosításnak, és a negyedik menet környékén Ali kiszólt a ringből, hogy láttatok minden reklámot, amire szükség volt a bevételekhez, és amikor egy igent kapott vissza, akkor lerendezte ezt a mérkőzést. De nagyjából így kell képzelni ezt a bunyót is Fury esetében. Október-novemberben még jön egy ingyenfrag, egy áldozati Byron Fury számára véletően, aztán lehet gondolkodni egy Wilder elleni visszavágóban mondjuk jövőre. Addig is dübörög a money vonat Tyson Fury számára, ugyanis hétvégén itt volt Prágában, nem oly messze tőlünk, és a csehszlovák Oktagon MMA szervezet népszerűsítésében vett részt véletlenül zsíros Della Raven, ugyanis az Oktagon szervezet az egyik legeladhatóbb párosítását hozza tető alá őszre, ez pedig a szlovákiai magyar Végpumukli Attila és a cseh Carlos Vémula párosítása lesz. És belőjék a térképre ezt a gálát, Tyson Fury-t hívták el, aki önmagát nem meghazudtóba segítette a promócióját ennek a gálának. Egy kis reklám, már pedig Bori Csáli barátom számára. Sokan kérdeztétek, hogy hol lehet vele találkozni. Nem is oly sokára egy közönség találkozó érkezik Budapesten, ahol találkozhattok a kölyökkel. De hogy pontosan mikor és pontosan hol, emiatt vagy e véget látogassátok meg Bori Csádi közösségi oldalait, Facebookját és Instagramját, és ott erről minden infót megtaláltok. Jól jelzi Ádi népszerűségét, hogy folyamatosan tévé és reklám, tévé és rádió fellépésekre jár. Sőt, a Tégközép Bástyák is csináltak egy rövid videót vele, ezúttal is respekt a Bástyáknak. Én pedig hamarosan megérkezek az újabb hétkezdésre, egy nagyszerű helyre, itt Győrben. Nem lehet más kívánalma, mint hogy nektek is legyen egy nagyon szép hetetek. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg. Ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, ugyanis már csak 40 feliratkozó kell ahhoz, hogy meglegyen az ezres szám, ami számomra mérhetetlen boldogságot fog okozni. Legyen szép napotok, vigyázzatok egymásra. Minden jót, szevasztok! Hey!